Mi férfiak sokszor hajlamosak vagyunk elfeledkezni a nőkről, pedig minden férfi életében a nők a legfontosabbak. Legyen szó az édesanyáról, a párról, a feleségről, vagy éppen a lánygyermekről. A nőnap nem azért jó, mert azon az egy napon kell köszönteni a hölgyeket, a nőket, hanem azért, mert ez a nap emlékeztet bennünket arra, hogy ez egész évben kell őket tisztelni, szeretni. A nő számomra mindent is jelent. Leginkább a múltat, a jelent és a jövőt. A múltban ugye a legtöbbet édesanyámnak köszönhetem, mert nélküle, illetve azért természetesen a szüleim nélkül sehol se lennék. Ők tanítottak meg mindenre. Jelent, azt leginkább a barátnőm jelenti, és a vele alkotott kapcsolatom. Illetve a jövőt is, remélem. De a jövőt leginkább most ugye a születendő kislányunk jelent, és ezt várom a legjobban. Mit mondhat egy olyan ember, aki nap mint nap 30 nővel dolgozik szerinted? Tehát bearanyozzák az életemet. Már kiskoromtól kezdve ugye édesanyám, feleségem, két lányom van, és ugye egy 25-27 fős női kézilabda csapattal dolgozom, tehát ők a legaranyosabbak az életemben. Ami két szóval tudnám jellemezni, hogy nekem mit jelentenek ők. Tehát a tisztelet és a megbecsülés az a két szó, amit én tudok róluk mondani. Hiányuk, mint minden másnak, akkor derül ki, amikor nincsenek. Na, de ilyen még nem volt. Hát akkor most... Hát szerencsés embernek tartom magam, mert egész életemben, főleg az utóbbi 20-30 évben nőkkel voltam körülvéve, és hát ez azért nagyon jó dolog. Mert ők a szebbik, nem egyrészt, másrészt pedig nagyon sok olyan tulajdonságuk van, ami nekünk férfiaknak tetszik. És hogy én ezzel dolgozhattam, itt a lányokkal, meg a családban is, a feleségem, lányom, unokám, tehát ez engem két boldogsággal tölt el. Apaként, férként és gyerekként azt gondolom, hogy három csodálatos hölgy segített nekem abban, hogy tartalmasabb életet éljek. Azt gondolom, hogy ez mindennél fontosabb. Kicsit viccesen azt gondolom, hogy a nő az nem veszélyes addig, ameddig szárad a körme, illetőleg, hogy megéri abban bízni, aki szeret minket. The woman means my life. I came to this world from a woman. My sons came also to the life from a woman, and I am working since a long time with a woman, and of course it means a lot, it means my life. Boldog nu napot kivanok.